Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek nektek a kártyák, mit kell, hogy tudjatok. Persze koncentráljatok a lélektársatokra. És mit tesz most ez a lélektársatok? Nézzünk csak bele, mindenki a sajátjára, jó? Mindenki a sajátjára, elhoztam nektek a Lenormand kártyákat, remélem nem Lenormand, Taró kártyákat, remélem jó, átéltétek a portálnapot. Szóval, a pázse az apród. Az apród az mindig ilyen lassú energia, de tisztul a helyzet, szóval ez már pozitív. Szóval, hogy ő lehet, hogy tisztítja ez az ember a helyzetet. Lehet, hogy lelkiismeret furdallása van. És lehet, hogy most neked egy bókot, vagy egy komplimentet fogsz tőle kapni, mint ahogy látod, ez is szintén az apródja, kelyhek apródja, hogy valahogy közeledik te hozzád. Ez teszi ő meg. Szóval nézd a, elsőbb közeledik így hozzá. De nézd a, itt a kelyhek párja. Szóval király és a királynő, hát ehhez most mit mondjak? Szóval, hogy ezt érzi iránta, de még mércikéli, hogy így van-e vagy nem? Itt így van-e vagy nem? Vagy hogy lesz, vagy hogy történik ez az egész közöttetek? Most vagy pedig azért, mert van még valaki itten az életedben neked, vagy neki, szóval hármas, vagy pedig, nem még bizonytalan, hogy na, ünnepelhetek-e? Elfogadhatom-e eztet, hogy elértem-e már ezt a rezgést, és ezért próbálja ő letisztázni elsőbb önmagával, és irányodba közeledni, szóval hozza, mint ahogy látod a kelyhet. Valamit. Azt is látom itten, hogy az érmék hetes, az azt jelenti, hogy hát, türelem, rózsát terem. Tegnap volt a portálnap, és a türelem napja volt, és lehet, hogy ő is türelmesebb most már egy kicsit, lehet, hogy ő is már felismerte, hogy most mindent ő saját magába kell, hogy letisztázzon, és az mellett, amit akkor felismert, hogy kiálljon, hogy kiharcolja azt, ami neki fontos, hogy ő ezt teszi most meg irányadban. És ez tényleg nagyon pozitív változás, mert akkor ez az egész nyugodtabb irányba fog majd veletek haladni. És ez a lényeg. Én úgy látom, hogy eddig olyan bezártnak érezte magát, szóval nem tudott lépni sehogy sem, és azt látom tényleg, hogy az is játszott egy szerepet, hogy most ő ezt megteremti saját magának. Mit látok még? Hát én azt látom még tényleg, hogy hát ő akarja ezt tényleg olyan erősen saját magával letisztázni, hogy ez beteljesüljön, és ez be is fog közöttetek teljesülni, ebbe biztos vagyok, és ő szeretné elérni a 10 kelyhek tízese. Tudjátok, mi a kelyhek tízese? Az az, amikor elérte valaki azt a legmagasabb rezgést, hogy ott minden megvan, szóval minden trükköt most már kipróbál, hogy ide érhessen, hogy gyerek, család, minden legyen, mert ő látja, hogy most már te is kirántottad a kardodat, és most már te veled se nem lehet hülyéskedni, hogy te pontosan most már kimondod, hogy mit akarsz, hogy te lettél az uralkodőnő, azt is látja, és azt is látja, hogy te akarod, hogy azt mondja, fogadj be, hogy nyisd ki a szíved, itt a ház, fogadj be, jövök hozzád, vagy így, vagy sehogy sem. És ez egy sorsdöntő dolog neki, és ő ezt így látja, úgy érzi. És azt is érzi, intuíciója is felemelkedett a rezgés, és megnövekedett. És ő most már meggyógyított minden sérelmét, lehet ebben az időben nagy visszahúzódott. Vannak itt durva változások, de lesznek is még, hogy mi mindent megtesz ez az ember. Hát én azt látom, hogy esélye lesz, hogy ez továbbra is közöttetek alakuljon, hogy létrejöjjön. Ő most egy kicsit spontán akarja, szóval nem tervezgeti nagyon, hogy vagy mint,
hanem rábízi, lehet az univerzumra, spontanizmum, lehet, hogy sikerül, de lehet, hogy lesz meglepetés is, lehet, hogy lesz egy kis illúzió is, de nem is tudja, hogy hogy vagy mint, de abban hisz, hogy majd az univerzum igazságos lesz és összevezet titeket, mert most egy olyan nagyon nagy terhet hord a lelkén, hogy ne tud meg, és elnézést kérek a hangomról, ő tényleg szeretné, hogy ez helyre jöjjön közöttetek, ez a 10 érmék 10-es, az amikor tényleg beteljesül valami, amikor egy családot van, ti szeretteid is, az ő szerettei is, hogy ez mindez az, ez az egység, itt van az idős, a fiatal, és ő legyen tényleg itt a király, szóval ő ezt magának meg tudja teremteni. De azt is tudja, hogy ő még szomorú, túl szomorú, bűbánatos itten, és hogy ő nem akar konfliktet, szóval ő nem akar veszedelmet, konfliktet, és ő azért vonul vissza, hogy nem akar veled szembeszállni, hogy most te mit is mondsz neki, vagy mit is üzensz neki. És ezért ez volt az, ami ő tett, most itten mozgatta. De szóval annyit tudjál meg ebből, hogy ő minden trükköt megpróbál most, kipróbál most, ezt megteszi most, szóval, hogy te tudjál nyitni neki, hogy befogadjad őtet. Remélem tetszett, ha tetszett, lájkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Holnaptól fogva szintén portál nap lesz 8-án. Várlak benneteket szeretettel itt a csatornán. Sziasztok, sziasztok!